Sziasztok! Szántó Péter vagyok, ha még nem találkoztunk, üdvözöllek a vlogomba. Itt ülök már pár perc, és vesz is fel a kamera, egy berakom közben egy ilyen timelapse ahogy hogy így gondolkoztam, hogy mit is mondjak, ugyanis ez egy nagyon-nagyon különös vlog lesz, mert éppen amúgy egy tavalyi évi balis utazásaimnak a sorozatát mutatom be a vlogomba, és az is a téma, most azokat a videókat vágtam meg, és teszem ki, de mégis most megszakítom, Ebben az egész helyzetben, amit a koronavírus okozott, és nagyon sok embernek, legtöbbünknek valamilyen módon megváltozott az életünk, és nagyon sokan elvesztették a munkájukat, vagy elvesztették az életükben azt a fogózkodót, amik a normális életmenetben voltak. Én nekem is ez, ez bekövetkezett, viszont ebből úgy érzem, hogy egy ilyen főnix madárként nagyon jól jöttem ki, és ezt szerettem volna megosztani veletek, akik most néztek, és még itt vagytok a vlogban, úgyhogy ez egy ilyen egyrésztről gondolati beszélgetés lesz, hogy hogy látom én ezt az egészet, másrésztről pedig szeretném, ledlövöm, ezek. az online képzéseimet ajánlani, ami a Fönix Madaras feltámadásom ebben a helyzetben. hogy is látom ezt a helyzetet? Egyáltalán nem vagyok szakértő, és nem szeretnék abba az influencer vonalba belemenni, főleg mert nem is tartom magam influencernek, hogy arról beszélek, hogy jaj, de rossz, meg mit kell csinálni, meg mikor múlik kell, meg meddig tart a karantén. Nem tudom, nem értek hozzá, nem is az én rezortom. Amúgy szoktam nézni Magyarosi Csabának a vlogját, és szerintem nagyon-nagyon jól összefoglalja az egészet, nagyon élvezhető stílusban, nagyon jó statisztikákkal nyilván mindenki szerintem, aki ezt a vlogot nézi, őt is ismeri, hogy már azok az infók is elhangzottak. Nyilván ezért azoknak az információknak is a birtokába vagy. De, de beszéljünk arról, hogy mit tehetünk akkor, hogyha megváltozik teljesen az életünk, és, és nem tudjuk, hogy hogyan tovább, nem tudunk azokba a kapaszkodókba kapaszkodni, szóismétléssel, amik, amiket amiket eddig át tudtunk élni. És itt jön, be szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy milyen szokásoknak hódolunk, mik azok a szokások, amiket minden nap tudunk folytatni. És ezeket vették el tőlünk, nem tudunk ugyanabba a kávézóba elmenni reggelente, nem tudunk elmenni az edzőtermünkbe, nem tudunk bejönni a barátainkkal, le kellett mondanunk az utazásunkat. Teljesen összezavarodott a, a napi menetünk, hogy mit tudunk csinálni és mit nem és akár home office vagyunk, akár nem, nem, semmi sem úgy van, és ez, ez egy, ez egy frusztráció. De hiszem azt, hogy minden frusztrációnak van egy jó oldala is. Én például, amikor szembesültem azzal, hogy ez az egész helyzet kialakul, és lehet, hogy hónapokat otthon kell töltenem, magamban néztem, és megkérdeztem, hogy mi az, amit sok éve kvázi elnyomok magamban, de nagyon szívesen foglalkoznék vele, és képzeljétek el, hogy ez a zenélés volt sosem zenéltem, a legközelebbi, amihez jutottam vele, az, hogy gitárhíron játszottam, illetve egy barátom, aki egy nagyon király rockzenész, dobolni tanított, van egy ilyen rock band, amivel tényleg elég jól meg lehet tanulni alapszinten dobolni, de nem értek a zeneszerkesztéshez, nem tudok zongorázni, de mindig is szerettem a belási magam, és pont még mielőtt kijött a kiárási korlátozás, vettem egy szintetizátort, egy ilyen MIDI keyboardot, meg egy elektromos dobot, és találkoztam egy Melodix nevű alkalmazása, a melodix.com, ami annélkül, hogy ilyen zenefilozófiát, meg kottaolvasást, szolfést kéne tanulnom, nagyon jól megtanít. És betettem azt, hogy én minden nap minimum 10 percet, de inkább fél órát fogok tanulni, és ennek már 45-50 napja, sosem hagytam ki egy napot sem, ennyi belefér a kis home office a a monitorom elé pont be tudtam helyezni, egy ilyen elég nagy zongorát, mindig keyboardot vettem, és tényleg minden nap gyakorlok, és már oda jutottam, hogy nem is tudom, hogy miket le tudok így játszani, meg már két kézzel gyakorlok. És mit értem el? Igazából azt, hogy találtam egy új szenvedélyt, amiért van kedvem felkelni, valamilyen tök izgalmas dolog van a napomban, és annélkül, hogy észrevettem volna, hiszen napról napra nem érzek magamon változást, de így visszatekintve másfél-két hónap távlatába, baromi király az egész, és tök jó érzés, hogy így szépen ezekkel az apró lépésekkel fejlődök. És talán ez is annak az oka, hogy amit mondtam, hogy főnixmadárként madárként felszárnyaltam, hogy ha meg tudtam találni ebben a lelkesedésemet, akkor ezt valahogy pont ez a jó idő arra, hogy másoknak is át tudjam adni és inspirálni tudjak. Ugyanis rengeteg előadást tartottam erről, workshopokat, konferencián vettem részt, ahol mind a személyes márkánkról, az én márkánkról, valamint a hatékonyság beszéltem, és osztottam meg azokat a trükköket, amik által nem otthon fekszem és egész nap Netflix ezek. és lustán magzatpózban egész nap nem tudom jó barátokat néznék, hanem pont ez a frusztráció, amiről ugye az előbb is beszéltem, ad egy olyan dolgot, hogy te azért szeretném a céljaimat és a vágyaimat elérni, lusta emberként ez rengeteg dolgot át kellett gondolnom, rendszereket kialakítani, és az egésznek a lényege az, hogy nem leszünk egyik napról a másikra sikeresek, hanem ki kell alakítanunk olyan szokásokat, amik nagyon durván ütnek. Szokták mondani, hogy a szokásainknak vagy az áldozatai, vagy pedig a mesterei leszünk. Ez baromira igaz. Valamelyik meg fog történni, és a döntés a mi kezünkben van. Valami lesz. Na most, hogyha ez a mi kezünkben van, akkor nehogy már csak úgy sodródjunk az életben. Nem is értem azokat az embereket, legalábbis én annál egy fokkal tudatosabban szeretnék élni, mint hogy csak így sodródjak össze vissza. Ehhez viszont nem ilyen álom cél, hogy na majd ó, most új év van, vagy majd vége lesz a karanténnak, és akkor lejárok majd tízszer edzeni egy héten, és izé egyik napról a másikra csajoknak bikini meg teljesen kipattintom magam. Nem, hanem minden héten, heti három, négyszer járjunk le edzeni. Most, hogyha nem mozdulhatunk ki, én nagyon nehezen találom meg, pedig hetente háromszor, négyszer lejártam edzeni, hogy otthon ezt hogy tudom bevezetni a napi rutinomba, mert nincs, meg ugye az az eszköz, amin szoktam csinálni az edzést tervemet. Úgyhogy annyit vezettem be, hogy minden reggel minimum 50 fekvő támasz. Felkelek, ez az egy, még nem is kell gondolkoznom, és megcsinálom. Aztán száz felülés. Most már beépítettem néhány extra gyakorlatot is, Googleás, nagyon egyszerű, és gondolkozom, hogy beszerzek otthonra egy ilyen gumikötelet, amivel lehet mondjuk különböző biceps, triceps hátra is, vagy akár mondjuk egy ilyen pull-up hogy tudjak húzóckodni. Mindenre lehet megoldást állni, és hogyha minden nap csináljuk, akkor el fogjuk érni azt az eredményt, amire vágyunk. De nem holnap, hanem öt év múlva. És a legtöbben szerintem ezt a hibát ejti, hogy azt nézzük, hogy hol lehetünk egy hónap múlva, vagy mit tudunk ma csinálni, és holnap akkor miért nem lehetünk ott, miért nem tartunk már ott. És azok a kevesek, akik megértik, hogy ez nem egy, nem egy sprint, hanem maraton, és el tudunk jutni oda, hogy, hogy azt nézzük, hogy én öt év múlva hol szeretnék tartani, és mi az a szokás, amit minden nap megteszek, napi egy-két órát gyakorlok, vagy öt órát, tíz órát, amennyi időn van, beleteszem, akkor öt év múlva a toppon leszek. Míg mindenki sprintelni fog, mi maratont futunk, és beérünk a célvonalon, és nem fogják érteni, hogy ezt hogy csináltuk meg, hiszen napról napra nem látszik a változás. Ehhez nekem két nagyon fontos eszközöm van, amit az online képzésekben megosztok. Az egyik maga a hatékonyság növelés, egy produktivitás hekkek, a másik pedig az én márka. Hogyha már magunkba megszületett, hogy hogyan tudunk olyan vezérelvek mentén élni, és ezt hogyan ültetjük a gyakorlatba, akkor már az a harmadik kérdés, hogy ezt hogyan kommunikáljuk a külvilág számára. Érdemes képítenünk egy olyan én márkát, ami autentikus azzal, ahogy mi viselkedünk, teljesen oké okay, az, hogyha felvállaljuk azt, hogy milyen hibáink vannak. Most például én úgy be vagyok már rekedve, mert a produktivitás képzés ma ebben a setup-tal vettem fel, és szerintem 8 órája beszélek, de nem baj, akkor is meg azt mondta, hogy megcsinálom ezt a vlogot, mert szeretném, szeretném átadni ezeket a dolgokat. Igen, ilyen a hangom, ez történik, és hogyha még ezt hallgatod, akkor feltehetőleg elfogadsz. Ha pedig nem fogadod el, akkor szerintem már rég nem is nézed ezt a videót, és kiklikkeltél belőle. De ha felvállaljuk az autentikus önmagunkat, azáltal valahol egy ilyen karizmatikusság is előtérbe tud kerülni, és tudjuk azt képviselni, hogy mi a mi célunk, mi hogyan működünk, és az én márkánkkal, pontosan a cselekedeteinkkel támasztjuk alá, hogy az, amit mi képviselünk, az nem egy bullshit, vagy csak beszélünk róla, hanem a cselekedeteink bizonyítják. Ha még nem is tartunk ott, lehet, hogy a pályán kelején vagyunk, de hogyha minden nap fejlesztjük magunkat, ahogy az előbb beszéltem róla, és ezt kommunikáljuk a körvilág számára, akkor már ez lesz az én márkánk, hogy igen, Persze, én még teljesen a karrierem elején vagyok, de lelkesen tanulok ezektől és ezektől az emberektől, ezeket a könyveket olvasom el, elmentem ilyen és ilyen konferenciákra, ú, és már írhattam erről egy vendégcikket valamelyik nagyon neves mondjuk portálra. Mindig van az a pici következő lépés, amivel a megfelelő szokásokat ki tudjuk alakítani, ez támogat minket a célunknak az elérésébe, és ha ezt autentikusan fel is vállaljuk és kommunikáljuk másokkal, akkor egyszerűsítjük a saját életünket, mert úgy fog támogatni minket mind a megnövelt hatékonyságunk és az én márkánk is. Ha érdekel egy jóval összeszedettebb módon, és nyilván ezerszer részletesebben ez a téma, akkor a leírásban ott van a link, nézd meg a képzéseimet, van egy ingyenes verziója is, van fizetős, amúgy ezeket sok százezerért szoktam tartani különböző személyes, akár csoportos vagy egyedi képzések során is. Most ennek a töredékéért tettem fel 50 ezer forintért, ugyanis ez nekem is egy új dolog, tesztelem, nagyon örülnék, hogyha közösen tesztelhetnénk, és visszajelzéseket tudnék kérni. Nagyon fontos, hogy amúgy pénzvisszafizetési garancia van, tehát én annyit kérek, hogy ha eldöntötted és beiratkoztál, végezz el a kurzust, de hogyha a végén úgy érzed, hogy nem adott annyit, akkor semmi kérdés, visszautalom a pénzt. Úgyhogy talán pont ezekben az időkben amúgy nincs, nincs olyan sok minden, amit veszthetnél ezzel, viszont tehetsz magadnak is egy szívességet, kipróbálhatsz valamit, ami lehet, hogy ugyanúgy, hogy nekem a zenéléssel bennem volt évek óta, nem tudod, hogy indulj el, vagy valamint érzed, hogy akár váltanál is, és pont most jött egy olyan lehetőség, hogy ezzel akár élhetnél is, miért ne, veszteni valód nincsen, úgyhogy remélem ott találkozunk, illetve hogyha ezek a gondok tetszettek, és érdekelnek amúgy, hogy egy 30-as vállalkozónak milyenek a mindennapjai, utazásokkal, konferenciákkal, hogy dolgozom, amúgy ilyen trükköket is megosztok, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. Ha ez a videó tetszett, és úgy gondolt, hogy másnak is érdekes lehet ez a képzés, akkor vagy a videót hozd meg, kérlek, vagy pedig a képzés link, ami ugye a leírásban a like gomb alatt van, azt hozd meg, küld el neki, akire gondolsz, hogy jó lehet egy produktivitás vagy egy én márka képzés. Valamint menj át Instára is, ott naponta szoktam jönni tartalmakkal. Köszönöm, hogy megnéztél, a következőben találkozunk. Illetve remélem, hogy a képzésen találkozunk. Szia!